Nem sokkal 4 óra után érkezett a jelzés a Vas vármegyei műveletirányítási ügyeletre, amely szerint 2 bajba jutott túrázó kérte a tűzoltók segítségét a celdömölki Sághegyen. Apa és fia indult túrázni, akik az 50 méter magas szikla szirtre szerettek volna feljutni, ám 40 méter magasan megálltak pihenni, onnan viszont nem tudták önerőből folytatni útjukat, leereszkedni azonban már nem mertek. A segítségükre az alpin technikai képesítéssel rendelkező celdömölki önkormányzati tűzoltóparancsnokság tűzoltói, valamint a celdömölki járási Kemenesalja mentőcsoport tagjai indultak. A tűzoltók quad motort használtak, hogy feljussanak a sziklaszirtre, azonban teljesen a szirtig nem tudtak eljutni vele, gyalogosan közelítették meg a helyszínt. Felmérték a körülményeket, majd megállapították, hogy kötélbiztosítás mellett fognak tudni lehatolni. A celdömölki önkormányzati tűzoltóság ügyeletére, híradóügyeletre érkezett be a segélyhívás, miszerint egy apa és fia Sághegy egyik szirtjén bajba kerültek, se fölfele, se lefele nem tudnak tovább jutni. Erről szólt a röviden a bejelentés a káreset. A híradóügyeletes végrehajtotta az a napi készleti szolgálat riasztását, akik megkezdték a káreszínre vonulást a celdömöki dömök 1-es hívó nevű gépjármű fecskendővel, valamint végrehajtottuk a Kráter önkéntes tűzoltó és polgár őregyesület, mint a Kemenesalja mentőcsoport oszlopos tagjának is riasztását, akik terepjárulkkal szintén megkezdték a vonulást rövid idővel a riasztást követően. Mit találtak itt a helyszínen? A helyszínen már itt levő turisták és bejelentők közölték velünk, hogy 2 ember, az egyik kiugró szírten önerőből tovább haladni képtelen, se lefele, se fölfele nem tudnak jönni. Lefele már szédítő volt a mélység alattuk, fölfele pedig az előttük álló meredek 90 fokos sziklafal miatt fizikailag képtelenek voltak tovább haladni. Közel 1 órát töltöttek a szírten, mikor kiért az egységünk, és megkezdte a helységnek, illetőleg a kráter érintett szakaszának a felderítését. Nagy akadálya volt a munkánknak a hirtelen beálló sötétség, rendkívül leereszkedő sűrű köd, valamint a sár és a csúszós mohás sziklás terep. Tűzoltóautóval meddig lehetett feljönni? Tűzoltóautóval a Sághegy fogadóig tudtunk jönni, egészen addig tudtuk megközelíteni, majd onnantól az úgynevezett általunk kis siklónak hívott aszfaltos részen, ami még személyforgalomra alkalmas személygépjárművekkel is megközelíthető, illetve a tűzoltóság mentőkvadjával tudtunk egészen a kráter mélyéig jönni. És hogyan sikerült elérni a bajba kerülteket? A bajba kerültek helyét hamar felderítettük, hisz azért ez a korábban már egy korábbi helyszínekről ismerős volt, káreseményekből ugyanez a helyszín, amikor turisták a kijelölt útvonalat elhagyják, és akkor kerülnek bajba. Leggyakorabban előfordul az a jelenség, hogy a turisták lemennek a kráter mélyébe, és onnan a kráter mélyéből egészen a csúcsig gyalogosan a meg nem engedett útvonalakon próbálnak feljutni. Ezek a helyszínek, illetőleg az elért magasság fantasztikus látványt nyújt, ami egészen a Balaton csillogó felületétől a Schneeberg havas hegységig tart. Ezt a kilátást próbálják meg a turisták úgymond élvezni, és ez viszi rá őket többször arra, hogy olyan helyekkel jussanak föl szép helyekre, ami közben nagyon veszélyes. Jól érzem akkor a szavaiból, hogy nem ez az első mentés itt ezen a helyszínen. Nem ez az első. 2011 óta a celdömölki önkormányzati tűzoltóság 4 fő ipari alpinistát képezett ki kimondottan erre a terepszakaszra, akik az elmúlt 11 évben számos gyakorlatot hajtottak végre. Mentés mélyből és magasból címszó alatt hajtották végre különböző egyének lementését a mentők kérésére. És hogyha jól tudom, akkor ez a mostani mentés sem úgy zajlott, hogy segítettek leereszkedni ezeknek az embereknek, akik fent ragadtak, ugye? Nem. Az ereszkedést, illetőleg a közel 40-50 méter közötti magasságot lefele nem találtuk indokoltnak, hisz a köteleket nem látjuk a sötétben, kiálló éles sziklás, peremes részek elvághatják a kötelet, ezért a mentést felfele hajtottuk végre. A bajba kerültek fölé, akik egy 40 méter magasságban egy szírten ültek, föntről közelítettük meg, kb. 10-12 méterrel voltunk fölöttük, és föntről beereszkedő alpinista először stabilizálta őket a helyen, hogy ne csusszanak tovább, majd a fiú és az apa mentését végrehajtottuk sikeresen.
Milyen fiatal volt a fiú, azt lehet-e tudni? A fiú életkora 11 éves volt, az apa 49 évesnek mondta életkorát, úgyhogy a mentésben ez nem jelentett akadályt életkortól függetlenül. Sokkal inkább a testsúlyuk, illetőleg az a tűzoltói erő volt mérvadó, ami őket fölhúzta 12 méteres szintkülönbség legyőzésével. Mennyi idő alatt lehetett őket felhúzni, illetve mennyi idő alatt jutottak le a 70 méteres magasságból? A megközelítés egész más irány volt, mint ahogy a bajba jutottak, mentek föl. Mi egy kerülő útvonalon közelítettük meg a Sághegy kráterének ezen szakaszát. A megközelítés, illetőleg a kötélpálya kiépítése egy fél órát vett igénybe, maga a mentés 10-15 percen belül megtörtént, és a lejövetel, ami szintén a fiú, illetőleg az apa biztosításával hajtottuk végre, az közel egy órát jelentett. És milyenek voltak a látási viszonyok akkor? Rendkívül rossz. A nálunk levő világító eszközök igénybevételével is a látótávolság 3 és 5 méter között volt. Úgyhogy mindeközben csúszós, sziklás köveken, illetőleg sárba kellett ereszkedni. Tehát gyakorlatilag sötét és köd volt. Sötét és a köd volt a legnagyobb nehezítője a mentésnek. Mit mondott az apa és a fia, amikor sikerült őket kihozni? Mennyire könnyebbültek ők meg? Különösebben nem vettük észre rajtuk fizikai sérüléseket, a lelki traumát nem volt időnk értékelni, az, hogy őket milyen sok érte, a kimerültség enyhe jeleit, illetve a kifáradást tapasztaltuk rajtuk, semmi mást. Boldogság, öröm, semmi. Igen, igen, igen. A fiú arcán, aki a mentést követően folyamatosan partner volt, mind az apa, mind a fiú, a fiú arcán láttuk az együttműködés örömét a tűzoltókkal, az, hogy biztonságban egy addig nehéznek vélt terepszakaszon alpintechnikai eszközök segítségével biztonságban hidalt át egy elég jelentős szintkülönbséget. Ez úgy a mentősök szavaival érve még talán élvezte is a srác egy kicsit a mentést, és hál' Isten komolyabb baja nem lett. A mentők hogy jutottak fel ide, illetve mi történt itt még? A mentőszolgálat tagjai a turista szállótól felfele egészen a kráter bejáratáig tudtak jutni. A kráter mélyébe már nem tudott lemenni a mentőautó, illetve a rendőrautó sem. Oda csak a tűzoltóság mentők vagyja tudott lemenni. Az egyik mentős kollega vállalta azt, hogy alpinista tűzoltóimmal fölmegy a meredek részre, és gyakorlatilag ő volt az, aki a fiút helyben a mentést követően egyből meg tudta vizsgálni. Aztán a mentés biztosításában a folyamatos egészségügyi figyelemmel kíséréssel az apa tekintetében együtt végig velünk tartott. Majd amikor leértünk, a celdömölki mentők már itt vártak a kráter bejáratra, a mentőtiszt vizsgálta meg mindkettőjüket, és szerencsére megállapította, hogy sérülés nem történt, otthonukba eltávozhattak. Van-e valamilyen kérésük a kirándulók felé itt a Sághegy vonatkozásában? Igen. Most ez a videó itt a tűzoltóságunk felszerelését és életeit is bemutatja. Itt szeretnénk felkérni mindenkit, aki a Sághegy szépségeiben akar elmerülni, és valóban mi a celdömölkek, akik a Sághegy szerelmesei vagyunk, elmondhatjuk azt, hogy gyakran látogatjuk, de mi magunk sem hagyjuk el sohasem azokat a kijelölt túraútvonalakat, azokat a kötéllel, korláttal védett helyeket, amik a biztonságos megközelítést szolgálják. Tűzoltóságunk minden évben kap riasztást, amikor az ilyen biztonságosnak védett helyeket elhagyják a turisták, és általában mentők kérésére végtagsérült, felsérült személyeket szoktunk kordágyon lementeni. Most ez egy speciális mentést igényelt ez a feladat, ahol alpinistákat kellett bevetni. Már hagyományos tűzoltó technikával ezt a mentést nehezen tudtuk volna végrehajtani. És ez a quad, ami itt elmehetünk, erről mit kell tudni? Egy pár mondatot hadd kérjek. Ez a quad... Azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag erre a feladatra lett beszerezve, teremtve, megalkotva. Tudunk el, hogy a Celdömölki Önkormányzati Tűzoltóság 13 tonnás gépjármű fecskendője nem képes megközelíteni a Sághegy különböző részeit, egyrészt mérete, illetve súlya miatt. Alpinistáink a szakfelszereléseiket magukra véve ezzel a quaddal rendkívül gyorsan meg tudták közelíteni a helyszínt. Itt a gyorsaság életmentő, az idő az mindig nagyon fontos tényező a mentés során, akkor, amikor a tűzoltóknak a helyszínre ki kell érkezni. Ezt az igényünket a Vasmegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a BMOKF is felismerte, sőt el is ismerte, és egy pályázat keretében lehetőséget biztosított, hogy ezt az eszközt ezekre a mentésekre igénybe vegyük. Nem gondoltuk, hogy ez a
az augusztusi átadást követően, ahogy ez átadásra került, már ilyen hamar szolgálatba is kell, hogy álljon. Tűzoltóinkat folyamatosan képezzük ki ennek a vezetésére, ennek az alkalmazására. Nagy segítséget jelent ez a kod még az egyes marcalparti nádas és avartüzeknél is, ahol szintén tűzoltóautó nem tud bemenni. Ott ezzel az eszközzel a kiérkező tűzoltásvezető a drónját felküldi, mikor elsőként kiérkezik, és az utóbb kiérkező tűzoltóegységeknek már komplett képet tud mutatni a kárhelyszínről, illetve a beavatkozás lehetőségeiről. Celdömölki tűzoltókat az elmúlt pár évben többször láttuk rendezvényeken, pont ilyen alpintechnikai bemutatón. Ezeket a rendezvényeket akkor gyakorlatilag gyakorlásra is használják, ugye? Itt, ami a Sághegyet érinti, itt a Sághegyen a Celdömölk Város Önkormányzata rendez számos programot, ahol mindenhol, minden egyes alkalommal tűzoltó erőeszköz, illetve a fecskendőnk, illetve a kollégáink jelen vannak és biztosítják ezeket a rendezvényeket. Igen, ezek a rendezvények arra is jók, hogy minél több helyismeretet kapjunk, fel tudjuk térképezni az itt levő embereknek azon szándékát, hogy merre szeretnének mozogni, illetve a rendezőknek közreműködve ezeket a baleseteket eredményesen tudjuk megelőzni. Azt láttam, hogy nagyon sok madárfészek is van itt a Sághegyen. Amikor gyakorlatoznak, akkor figyelembe veszik el. Hogyne. Minden egyes gyakorlat a Vas megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság jóváhagyásával, illetőleg a Sárvári Katasztrófa Védelmi Kirendeltség hozzájárulásával, engedélyével kerül végrehajtásra, olyan módon, hogy maga a terület felügyeletével megbízott őrségi nemzeti park szakértői is be vannak vonva. Tehát a növényi és állatvilág indokolatlanul nincsen zavarva, illetőleg olyan helyekre tervezzük ezeket a gyakorlatokat, hogy az itt élő flórát és faunát ne veszélyeztessük. És egy utolsó kérdés, ezek a sziklák, amik itt a környékünkön vannak, mennyire mászhatóak? Ezek a sziklák egyáltalán nem mászhatóak. A Celdömölki hegy, bazalt hegy, következésképpen rendkívül omlásveszélyes. A talajnak a különböző, illetőleg a hegynek a különböző eróziója miatt a csapadék rendkívül módon erodálja a Sághegy különböző részeit, ezért a mászás, a mentések, illetőleg ipari alpintechnikai mentések gyakorlatokon kívül semmilyen hobbi mászásra nem alkalmas.